már birtokba is vette a támogatószolgálat az autót itt Ibrányban. Ezelőtt egy 7 személyes gépjárművet használtak, amelyben rengeteg kilométer volt. Mintegy 2 éve, vagy 2,5 éve jöttek el az egyesület vezetői hozzám, hogy már nagyon régi az a kis busz, amivel a támogató szolgálatot működtetik, ugye Szalmaszál a fogyatékos embereket segítő szolgálat, és tudjuk jól, hogy a fogyatékossággal élőknek esélyt kell, hozzáférést kell adni, hogy egy olyan normális életet élhessenek, nem segíteni kell őket, hanem integrálni a társadalomba. Az autó azért is nagy segítség, mert összesen 5 településen 150 ellátottja van az ibrányi szolgálatnak. A Szalmaszál fogyatékos embereket segítő szolgálat 2004-ben alakult, és az az érdekesség, hogy fogyatékossággal élők hozták létre. Mai napig is a tagsága megoszlik, tehát fogyatékkal élők és épek, hogy állandó érdekképviselők minden fogyatékossághoz típushoz tartozót tudunk képviselni. A támogató működtetünk egy alapellátást, szociális alapellátást, támogató szolgáltatás 2005-től, most a 12. éve. Az átadáson Román István helyettes államtitkár is részt vett, aki kiemelte, a segítség pont jókor jött a szolgálatnak. Nagyon fontos, egy olyan civil szervezetről beszélünk egyébként, akik valóban civil szervezet, nagyon komoly közösségi tevékenységet is folytatnak mindamellett, hogy támogató szolgáltatást nyújtanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor az a döntés megszületett, az egy nagyon jó döntés volt. 2016 őszén nyílt egy pályázati lehetőség, ezt használta ki az ibrányi szolgálat is. Átlagosan 7 millió forintos járműtámogatást kaphattak a szervezetek, de más tárgyi eszközöket is igényelhettek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy elkülönített pályázatban hosszú-hosszú évek után meghirdette a gépjárműcsere programot, és ez az összességében 400 milliós pályázat, ez azoknak a támogató szolgáltatásoknak, támogató szolgáltatást végző intézményeknek, civil egyházi szereplőknek szólt, akik hát már ezt jó néhány éve jó minőségben végzik. Ezeknek a sorába pályázott be az egyesület is. A szolgálatnál jelenleg körülbelül 40-en dolgoznak aktívan. Az ő munkájukat könnyíti majd meg a kis busz.